Cégvezetőknek, vállalkozóknak tartottak munkabiztonsági és tűzvédelmi konferenciát a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. A szakember azt mondja, az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a témában még jobban el kell mélyíteni a munkáltatók tudatosságát. Szigorú a szabályozási rendszere a munkavédelemnek és a tűzvédelemnek is, ezért fontos, hogy a munkáltató tisztában legyen ezekkel a feladatokkal, és ami a legfontosabb, hogy komolyan vegye, és legyen egyfajta munkavédelmi tudatossága már a cégvezetőnek is, ahhoz, hogy közelebb léphessen a biztonságos munkahelyek kialakításához. A gyakorlat azt mutatja, hogy a vállalkozók többé-kevésbé ismerik a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, azonban nagyjából 90%-uk ezeket figyelmen kívül hagyja, és egyszerűen nem tartja be. A Magyar Munkavédelmi Akadémia elnöke az elmúlt időszakban az utóbbi jelenség okát vizsgálta. Géczi Rudolf szerint a kis- és középvállalkozások a legkockázatvállalóbbak, hiszen sok esetben ők a napi megélhetésért küzdenek. A munkavédelem meg önmagában egy kockázatkerülő kultúrát képvisel, és ez a kettő ugye nincs összhangban. És hogy ez miért van, milyen különböző a világ országain belül ilyen kutatások ugye erre irányulnak, erre próbáljuk kutatni a válaszokat. Az elnök hozzátette, hogy a megfelelő munkavédelmi intézkedések, feltételek nem csak a munkavégzés eredményességére, hanem az alkalmazott egészségére is hatással vannak, hiszen a legtöbb balesetnél a dolgozó nem tartja be, vagy nem is ismeri az erre vonatkozó szabályokat.